Ön a Matthias Corvinus Kollégium az MCC podcastját hallgatja. Tudjon meg rólunk többet az mcc.hu hollapunkon, Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon, valamint olvassa professzoraink, külsőszerzőink és diákjaink írásait korvinák.hu tudásbázisunkon. Tisztelettel köszöntök mindenkit a Tanuláskutató Intézet új podcast epizódjában, amelynek a címe a Történet tanítás csataterei, tudomány és tanítás. Szeretném bemutatni mai vendégemet, dr. Habil Vajda Barnabást, aki tanár, történész, történeti és didaktikai szakíró, a Komáromi és Eljános Egyetem tanárképzőkar, történelem didaktika doktori iskola alapítója. Barnabás Galántán, majd egy angliai középiskolában szerzett magyar történelem és angol nyelvű tanár, tanítási gyakorlatot, a Komenszki Egyetemen doktorát, majd a Pécsi Egyetemen habilitált történettudományból. Számtalan folyóirat szerkesztőbizottságának tagja, mint a történelemtanítás, a Belveder Meridionale, az Erudíció Edukáció, Forum Social Sciences Review, vagy a Pázmány Mester és Tanítvány című konzervatív folyóirata. Továbbá szakértőként tevékenykedik a Corvinus Egyetemen működő Cold War History Research Centerben és a Japán Vaseda Egyetemen is. Több témával is részletesen foglalkozott, könyvet írt Dunaszerdahely történetéről, ezek mellett pedig elsősorban a hidegháború és a történelemtanítás tudománya témákban publikált. Én pedig Fodor Rihárd vagyok, a Tanuláskutató Intézet kutatója. Első kérdésem pedig az lenne, hogy Angliában a történelemtanítással töltött évek alatt átfogó képet kaphattál az angol száz történelemtanításról. Szerinted mik a legfontosabb sajátosságai ennek, és hogyan értékeled őket? Először is köszönöm a meghívást. Az 1999 és 2000-es akadémiai évet, vagy tanévet töltöttem egy Ashville College nevű észak-jorksíri észak-angliai Metodista irányítású iskolában. Tanítottam kisebbeket és nagyobbakat, a tanári álláshoz az tartozott, hogy történelmet kértek, hogy tanítsak, egyrészt angol gyerekeknek, kisebb gyerekeknek, másrészt kelet-európai történelmet, ez a rendszerváltozás utáni lelkesedés időszaka volt, és közép- és kelet-európa történelme érdekesnek tűnt. Az angol gyerekek roppant aktívak, szeretnek szerepelni, szeretnek kérdezni, szeretnek provokálni, szeretnek csinálni dolgokat, nem nagyon szeretnek üldögélni és az akadémiai tudást passzívan befogadni, nem is ezen alapul a metodista pedagógiai koncepció, ellenkezőleg a cselekvő iskola az ennek az iskolának a középpontja. És ez mindent magával hozott, úgyhogy nekem újra kellett tanulnom bizonyos értelemben a módszertani kultúrámat, ahhoz kellett alkalmazkodnom, hogy az volt az alaptörvény, hogy egy-egy tanórán, ami nagyjából 40-50 perc, néha hosszabb, a tanulók legalább három különböző cselekvést, aktivitást csináljanak. Az akadémiai tudás írott szövegek, források formájában történt nagyon jó feladatgyűjtemény volt hozzá, külön tankönyvben, és megjegyzem, ahhoz tartozó tanári segédkönyv. És lehetőleg minden órán, különösen a kisebbeknél szerepelnie kellett valamilyen manuális tevékenység, rajzolásnak, gyurmázásnak, képkészítésnek, valaminek, ami kifejezetten cselekményes. Ez, ez meglehetősen nagy feladat elé állított, de örülök neki, mert gazdagodott által a pedagógiai kultúrám. A metodista iskolákban így zajlik. Köszönöm, és a gyakorlattól az elmélet felé. Az lenne a következő kérdésem, hogy néva, néhány évvel ezelőtt egyetemi tankönyvet írtál a történelem didaktikáról, ugye ezen a területen doktori iskolát és doktori programot is alapítottál. Hogyan lehetne röviden és közérthetően bemutatni ezt a tudományterületet? Mik a céljai, módszerei és eszközei? Szeretném elmondani, hogy a történelmedidaktika szellemiségét én a Pozsonyi Egyetem, a Kominusz Egyetem történelmedi tanszékéről hoztam magammal. A mesterem egy William Kratokville nevű, mostanában nyugdíjba vonuló, kiváló történelmedidaktikus, nemzetközi hírű történelmedidaktikus szakember volt. A 90-es évek elején tanultam nála azt, amit aztán bizonyos mértékig továbbfejlesztettem. A történelmedidaktika egy feltörő, a tudományterület, de legalább 20-25 éve Kelet-Európában és Közép-Európában is ismert. A történelmi didaktika a történelmi kultúra, a történelmi gondolkodásnak a tudománya, ezeknek a fejlesztésének a tudománya elsősorban iskolai közegben, de a közéletben is. Ez azt jelenti, hogy a módszertanon túl, azon kívül, hogy a pedagógus jelöltek azt tanulják, hogy milyen alapvető óratípusok és egyebek vannak, azt is ambicionálja, arra is tör, hogy a közéletben körülöttünk lévő, a történelmi kultúrával kapcsolatos jelenségeket, emlékműveket, eseményeket, politikai szónoklatokat, ünnepeket, egyebeket, is megpróbálja értelmezni a korszerű történettudomány és a korszerű nevelés elmélet szempontjai szerint. Köszönöm szépen! Több tudományos ö, testület mellett a nemzetközi közéletben is aktív vagy, és augusztusban az Észtországi Tallinnban szervezte a Nemzetközi Történelmedidaktikai Társaság az éves konferenciáját és közgyűlését amelynek tagsága elnökségi tagjává választott, board member lettél gyakorlatilag. Bemutatnád kérlek ezt a szervezetet, mivel foglalkozik, és milyen tevékenységei vannak? A Nemzetközi Történetdidaktikai Társaságnak nagyjából 20 néhány éve vagyok tagja, és ide viszont a magyarországi kollégák révén kerültem, elsősorban a Magyarországi Törtemdidaktika legnagyobb tekintélyei. Efdárdai Ágnes és Kaposi József révén kerültem közelebb hozzájuk. És ez a társaság arra szövetkezett, hogy így mondjam, hogy a világ minden tájáról egyesítse azokat az innovatív erőket, elméleteket és gyakorlatokat is, amelyek a történelmi kultúra fejlődését szolgálják. Meg kell mondanom, hogy nagyon szertágazó tevékenységről van szó gondolom nem nehéz elképzelni, hogy az Amerikai Egyesült Államoktól Indonéziáig, Dél-Afrikától Finnországig és Venezuelától Kóreáig vannak tagjai a Nemzetközi Történelmi Társaságnak, amely évente rendez közgyűlést meghatározott témával, és amelynek van egy nagyszerű folyóirata, egy nemzetközileg jegyzett folyóirata, ahol a tanulmányok többszörös ellenőrzés után megjelennek. Számomra ez a nemzetközi együttműködés nagyon értékes, számomra nagyon értékes talaja, és nagyon örülök neki, hogy a személyemben 2023 nyarán a héttagú elnökségnek elnökségben részt vehetek, és van néhány ötletem, hogy hogyan lehetne tovább lépni ezen a területen. Melyek azok a legkúránsebb témák, amelyek felmerülnek akár a folyóiratban, akár a konferenciákon? Nem könnyű meghatározni, de azért tegyünk rá egy kísérletet. Azért nem könnyű meghatározni éppen, mert ennyire szerteágazó, sokféle területről érkező tagja van. De azért az egyik közös jegye a törekvésünknek hogy nagyon sokan vannak gyakorló tanár, képző intézetekből, felsőoktatási intézményekből. És ez azt hozza magával, hogy az érdeklődés homlokterében a, a tanári jelöltek, a pedagógus jelöltek, a történettanár jelöltek, pedagógiai kultúrájával foglalkozó felmérések, különböző kérdőívek és hasonlók vannak az ő gondolkodások az utóbbi időben például, hogy mit gondolnak a történet, jövendő történelm tanárok arról, hogy mi az ő tudományuk, mi a kapcsolat a történet, akadémiai történettudomány és a nevelés tudományhoz közel lévő és az oktatás elmélet között, ez volna az egyik terület. Aztán mindig vannak kurrens témák, értsd a közéletben, Megfogalmazott problémák, úgy mint a migráció vagy a gyarmati kérdés, ezek nem véletlenül kerülnek be a konferenciák témái közé, hiszen említettem, hogy a didaktika az, az iskolai történet tanításon kívül ambicionálja azt, hogy a közélet égető problémáihoz történeti szempontból hogyan érdemes, hogy hogyan lehet közelíteni. A harmadik pedig, azt úgy nevezném, hogy a harmadik pedig kifejezetten a történettudományi irány. A Nemzetközi Történelmi Direktív Társaságnak egy, azt hiszem, hogy kisebb része kifejezetten kutató történész, jelentős részük német, és ők akár középkori, akár újabbkori, akár jelenkori problémákat, történeti problémákat dolgoznak föl, és próbálják úgy megfogalmazni, hogy ez az iskolában valahogyan értelmezhető legyen. Sok más téma mellett történelmi tankönyvek kutatásával is foglalkoztál. Mik egy korszerűs modern tankönyv jellemzői szerinted? Úgy gondolom, hogy itt a válasz akkor jó, ha azt mondjuk, hogy országa válogatja. A tankönyvek nem önálló, független, autonóm robotok, hogy így mondjam, hanem a pedagógiai környezeteknek az eredményei. Ez mindenütt a világon így van. Ha most ettől eltekintünk, tehát nem konkrét országokról gondolkodunk, akkor azt mondhatjuk, hogy az európai történelemdidaktikai gondolkodásban, amelynek tehát a célja a történelmi kultúra és a történelmi tudatosság, és a történelmi gondolkodásnak a fejlesztése, ha ezt elfogadjuk, akkor a jó tankönyv ehhez segíti hozzá a tanulót. Talán jó fogalom a médium abban az értelemben, hogy a tört jó és korszerű Törtem tankönyv. Médium, azaz közvetítő eszköz, amely az akadémiai tudást a mindenkori lehetőleg legaktuálisabb és legrelevánsabb akadémiai tudást képes olyan formába önteni, hogy azt mind a pedagógusok, mind a tanulók, sőt esetleg a szülők is alkalmas eszköznek tekintsék arra, hogy a történelmi kultúrájuk fejlődjön. Ez a legáltalánosabb megközelítés, azt hiszem. Szintén egy nemzetközi kiadványal kapcsolatban kérdeznélek. A Lucerni Svájci Pedagógiai Főiskola Emlékezetkutató Intézetének új tanulmánykötetében a szlovákiai történetanítás pozícióit mutattad be. Milyen fő jellemzőket érdemes megemlíteni a szlovákiai történetanulással kapcsolatban? Itt el kell mondani, hogy ez a Lucerni Intézet, amelyet egy Péter Gauci nevű nemzetközi hírű történetdidaktikus alapított és vezet, az elmúlt években egy nagyon furcsa kérdést tett föl a nemzetközi közvéleményben, azt a furcsa kérdést, hogy miért tanítunk történelmet. Ez, ezzel arra utal a kutatás, hogy Európa sok országában elbizonytalanodtunk, magamat is beleértve, hogy ebben a posztmodern, vagy akármilyen jelzővel illetett világban mi az értelme a történelmetanításnak. A szlovákiai fejezetre, rátérve, itt azt kellett kimutatnom, hogy az elmúlt 25-30 évben, tehát nagyjából a rendszerváltozás után milyen trendek, milyen folyamatok játszottak le. Itt két dologra szeretnék rámutatni. Az egyik az, hogy az egyik tendencia nagyon egyértelmű. Én, aki visszamenőleg száz évre vizsgáltam csehszlovák, szlovák történelmi tankönyveket, azt állítom, hogy a mindenkori csehszlovák és szlovák állam egyértelműen, határozottan és probléma nélkül a történelmi tananyagok nemzeti tartalmaira helyezi a hangsúlyt, aljedzetként pedig dehungarizálja, tehát magyar talanítja a tartalmakat és a szellemiségét. Ez Számomra teljesen egyértelmű trend. A mindenkori Cseh és Szlovák állam a nemzeti céljait az oktatásban és ezen belőltásban történt töretlenül csinálta és ma is csinálja. A másik trend szerintem meg az, hogy a rendszerváltozás óta azonban nagyon komoly fejlődés didaktika és módszertani változás történt a szlovákiai történetankönyvekben, szerintem nagyon sokat fejlődtek módszertani értelemben, nagyon sok szempontból éppen William Kratokvillnak köszönhetően, és az ő általa nevelt történelm-didaktikus generációnak köszönhetően, nincs sok tagja, de az a néhány van, akik, akik tankönyveket írnak, szerkesztenek, és így tovább. Tehát van egy nagyon komoly fejlődés, Természetesen ez a szlovákiai fejlődés, ez, ez egészen más, mint a magyarországi pálya, hiszen Szlovákiában nagyon egyszerű történelmet tanítani, mert nem kötelező érettségi tantárgy és nincs is súlya például az egyetemi felvételiben. Én ezt óriási szabadságnak tekintem, de igen, az állami befolyás folyamatosan benne van. Köszönöm szépen. Mindenkit arra bátorítanék, hogyha a történelmetanulás kérdéskörével tovább szeretne foglalkozni, vagy további kérdései és érdeklődése merül föl, akkor látogasson el a Tanuláskutató Intézet weboldalára, ahol többek között a Conservative Case in Education projektünk keretei között megvalósuló kiadványokat is megtekintheti. Köszönöm szépen a figyelmet, és a továbbiakban jelentkezünk még hasonló tartalmakkal. Köszönjük, hogy meghallgatta ezt az MCC podcast epizódot. További híreinket és tartalmainkat megtalálhatja az mcc.hu honlapon, valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon. Professzoraink, külsőszerzőink és diákjaink írásaiért keresse fel korvinák.hu tudásbázisunkat.